Az elefánt. Rémes álom volt. De igaz is, miért kellett nekem egész délután B barátommal beszélgetni ezekről a dolgokról? Igaz, B barátomnak félig meddig megígértem, hogy őszre meglátogatom őt és kedves családját Szomáliban, szemben Zanzibárral, 30 kilométernyire az Egyenlítőtől, ahol virágzó banántelepe van, és 40 hajója banánt szállítani, csekéség. Tehát némiképpen érthető volt részletekre kitérő érdeklődésem, hogy afrikai tartózkodásom idején milyen szórakozásokra számíthatok majd. Leginkább az elefánt kérdés ragadta meg képzeletem. B barátom elmondta, hogy egy 70-80 elefántból álló csorda vár bennünket a város közelében tenyésző cserjebozótban, és az államtól vadászengedélyt élvez, ha szeretem az effélét, szívesen visz magával elefánthajtásra, neki ez rendes őszi mulatsága. Aztán néhány bravúros kalandját is elmesélte az elefántokkal kapcsolatban. Nekem a legjobban az a tapasztalata tetszett, amiről különben Brémben is olvastam már, hogy az elefánt nagyon szelíd állat, soha meg nem támadja magától az embert, de ha el akarom ejteni, úgy intézzem a dolgot, hogy egy lövésre leterítsem, különben baj van. A megsebesített elefánt bosszúja makacs és kitartó, sok száz mérföldön keresztül képes otthagyva a csordát és bozótot követni támadóját, nyugodtan, kérlelhetetlenül, míg utol nem éri. Nem siet, nem erőlködik, biztosan megy, megvárja, míg a menekülő kifárad, napokon, heteken át ballag utána, és ha elérte, egy csapásra végez vele. Biztos erre gondoltam aztán este elalvás előtt, így esett, hogy álmomban már ott is voltam Szomáliban, B barátom oldalán, már kergettem is az elefántokat, és amikor egy remek példány, maga a csordavezető éppen át akart gázolni a Zambézi folyón, nagy hebehúrgyán felkaptam jó kis Lancasteremet, és egyenesen a szeme közé célozva elsütöttem. Aztán összezavarodott az álom. Valami nyugtalan érzésem volt egész idő alatt, mindenféle tarka képek jöttek, afrikai városok, Szahara, Timbuktu, oázisok, piramisok és Horcsik tanár úr a negyedikből minden ok nélkül, aki mintha integetett volna egy szfinx nyakán ülve, rosszallóan, hogy már megint nem készültem, és az elefántot se találtam el jól, ebből nagy bajok lesznek az intő konferencián. Végre mégis megnyugodtam, úgy volt, hogy már régen vége az afrikai utazásnak minden kellemetlenségeivel együtt, én itthon vagyok megint Pesten, és igen jól esik az ünneplés, amiben mint hírneves Afrika utazónak és elefántvadásznak van részem állandóan. És ülök a hadikávéházban a rendes asztalomnál, és békésen feketézem, és éppen mesélem a kalandjaimat, amikor egyszerre csak odajön Frici a pincér, és egy kicsit zavartan, mint aki nem érti a dolgot, odasúg, azt mondja: kérem, szerkesztő úr, tessék egy percre kijönni a kávéház elé. Keresik. Mire én? Kérem, mi az, hogy keresnek? Először is ki keres? Talán megmondaná a nevét? És nem hivatnak ki engem? Hallottak már ilyet, miféle neveletlenség ez? Mondom hencegve, de Frici csak a vállát vonogatja. Kérem, szerkesztő úr, jobban teszi, ha kimegy, nekem nagyon kellemetlen, de az illető tényleg nem jöhet be, és jobb is, ha nem jön, mert kissé kínos meglepetést okozna itt a kávéházban, ha bejönne. Mire mérgesen felugrom, na erre kíváncsi vagyok, és futok ki a kávéház elé. És a kávéház előtt a járdán, szerényen, de határozottan, közvetlenül a forgóajtó bejáratánál ott áll egy óriási elefánt. Egy óriási elefánt, és mintha ismerős volna. És én visszatorpanok az ajtóban, de az elefánt észrevesz, és felemeli az ormányát, és maga felé begörbíti, mint egy mutató ujjat,
és ezzel a mutató ujjal szeliden, de ellentmondást nem tűrve integet, hogy jöjjék csak közelebb, mint Horcsik tanár úr a negyedikben, ha rajta kapott a padban. És addig integet szeliden és makacsul, míg lesütött szemmel és tétova lépésekkel oda nem értem, és akkor szigorúan rám kiállt. Szabad a jó kis elefánt bácsira rálőni? Mi? Te csirkefogó! Persze, már azt hitted, nem érlek el. És a következő pillanatban jobbról-balról két nagy pofont ken le az ormányával, és megfordul, és nyugodt, nagy lépésekkel elindul a Horthy Miklós úton Afrika irányában, mint aki elvégezte a dolgát Európában, és meg se fordul megnézni, ahogy a kávéházból kiszaladnak a vendégek, és hangosan röhögnek rajtam.